Közlekedés 2050-re nullára csökkenteni a balesetek számát az EU. Falunap 15. alkalommal várja az érdeklődőket a Dunakömlődi program. Váltás, Csirke Ferenc lett az ASE férfi NB1-es kosárlabda csapat új vezetőedzője. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket. Paksra érkezett a Road Safety, a biztonság az első program, amelynek célja, hogy óvodásoknak és alsó tagozatos általános iskolás tanulóknak elméleti és gyakorlati oktatást adjon a biztonságos közlekedésről. Az Ürgemezei strand mellett kiépített kresszpályát május 30-a és június 3-a között próbálhatják ki az érdeklődők. Sávom, igaz? Nagyon. Nyílik a sorompó, a körbenézést követően mehet tovább a forgalom. Pakson a strand mellett felállított kresszpályán rollerrel, biciklivel és akár elektromos kisautóval is kipróbálhatták a gyerekek, hogy hogyan kell szabályosan közlekedni. A diákoknak a vasúti síneken való átkelés tetszett a legjobban. A sorompós dolgot, mert amikor szoktunk menni a töltésre anyáikkal, akkor is meg kell várni, míg a sorompó felnyitódik. Meg kell várni a sorompót, nem szabad alatta átbújni, mert elüthet a vonat. A Road Safety a biztonság az első néven indított országjáró közlekedés biztonsági oktatási programsorozat célja, hogy óvodásoknak és alsó tagozatos általános iskolás tanulóknak elméleti és gyakorlati oktatást adjon, hogy hogyan kell biztonságosan közlekedni. Megfogalmazta az Európai Unió is a célkitűzését, miszerint 2030-ra felére csökkenjen a közúti balesetben elhunytak száma, 2050-re meg ez a szám nulla legyen, ahogy említettem is. Ezt a célt szeretnénk elérni, és ennek a célnak az elérés érdekében úgy döntöttünk, hogy az edukációt már egész kiskorban kezdjük el, mert azt látjuk, hogy a jelen gyermeke az a jövő közlekedője. Nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket és családokat is várják a programra. Szabó Péter polgármester fontosnak tartja a példamutatást, ezért szerint a szülőknek is hasznos lehet a foglalkozás. Nagyon remélem azt, hogy a gyerekek is úgy mennek majd haza, hogy délután visszajönnek a szülőkkel, hiszen ahogy az itt már elhangzott, az is nagyon fontos, hogy a szülők is tisztában legyenek a biztonságos közlekedés kultúrával, illetve ők is példát mutassanak majd a gyerekeknek, és én is arra biztatok minden paksit, hogy a délután folyamán családdal jöjjünk ki, jöjjenek ki, és vegyenek részt ezen az oktatáson, a gyermekkel együtt, példát mutatva számukra, hogy nekünk is ugyanolyan fontos ez. Paks polgármestere kiemelte, a városvezetés mindent megtesz, hogy megteremtse a biztonságos közlekedés feltételeit a városban. Az elmúlt években ugye erre számtalanszor sor került már, a kerékpárút hálózat fejlesztésére, a jövőben is szeretnénk természetesen a kerékpárút hálózatot fejleszteni. Szó esett már, és már van egy okos zebránk is, pont egy kulturális intézmény és egy iskola között, és még további 7 ilyen okos zebra fog képülni, ami szintén a gyermekeink biztonságát hivatott óvni, tehát mi is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tudást megszerezve a feltételek is adottak legyenek. A HUMDA Magyar Autó Motorsport és Zöld Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT által szervezett programot május 30-ától június 3-áig próbálhatják ki az érdeklődők. Nyári menetrendre vált június 16-ától a Paksi Közlekedési Kft. Az iskolai tanítási szünet idejére. Az 1/A vonalon nem közlekednek járatok, továbbá az 1-es járat módosításával óránként egy járat kiáll az Ürgemezei strandhoz, annak nyitvatartási idejében 1/S jelöléssel. A 3/B vonalon a 13:10-kor és a 14 órakor az Öreghegyről induló és Birító puszta irányába tartó, illetve a 13:30-kor és 14:20-kor Birító pusztáról induló és Öreghegy irányába tartó járatok nem közlekednek. A többi vonalon meghirdetett minden járat változatlanul közlekedni fog a nyári hónapokban is. Az új menetrend augusztus 31-ig érvényes. 15. alkalommal várja az érdeklődőket a Dunakömlődi Falunap. Június 11-én halászléfőző versenyen kívül a színpadon kulturális programok várják a látogatókat. A falunapot 2019-ben lehetett utoljára megtartani a koronavírus miatt, így 2022-re a szervezők újdonságokkal is készülnek. Lesz kincskereső játék gyerekeknek, a felnőttek pedig a kis traktoros ügyességi versenyen bizonyíthatnak majd.
Az óvodások színpadi műsorával párhuzamosan több mint 30 versenyző kezdte el főzni a halászlevet 2019-ben a Dunakömlődi falunapon és halászléfőző versenyen. A megmérettetés akkor jubilált, kereken 10. alkalommal rendezték meg, stábunk több bográcsba is belesett. Elég népszerű volt, mert az első megmérettetésen, meghirdetett versenyen 48-an vettek részt, a legtöbb a 10 év alatt a csúcs 66 bográcsba főtt. Így emlékezett vissza a korábbi megmérettetésekre Spíz József képviselő. A halászléfőző verseny 2022-ben újra várja az ételkedvelőit. 11. alkalommal ismét rotyoghat a bográcsban a finomság, június 11-én a Dunakömlődi falunapon. Ez lesz a 11., amit rendezünk. A szabályok maradtak ugyanúgy, mint eddig voltak. 3 kiló halat lehet igényelni Vas Antalnál a bárkán. Előzőleg jelentkezni kell, és akkor lehet utána majd szombaton főzik élni a 6 fős csapatoknak. A 3 fő, a zsűri fogja majd értékelni a halászléket, úgy, mint eddig. 3 díjazott lesz majd, külön díjakat is adunk ki, és majd meglátjuk, hogy idén kié lesz a vándorkupa. Délután 14:30 hirdetik majd ki az eredményeket. A halászléfőző versennyel egy időben a Dunakömlődi falunap is várja az érdeklődőket június 11-én. A program jubileumhoz érkezett, kereken 15. alkalommal rendezik meg 2022-ben. Készültünk új elemekkel is. Első alkalommal rendezzük meg a kis traktor ügyességi versenyt. Ez egy elég mókás kívülállónak, nem tudom, hogy a résztvevőknek majd mennyire lesz nehéz, hogy bolyák között tolatni, meg kerülgetni. Többet nem akarok elmondani róla, mert a jelentkezők úgyis majd meglátják. A gyerekeknek is pluszban készültünk, nem csak ugrálóvárral, ami eddig szokott lenni, meg arcfestéssel, hanem most játékkal is, úgynevezett kincskereső játékkal. Lesz 6 állomás, önállóan tud végigmenni, és a végén egy kis ajándékot fog minden gyerek kapni természetesen. Színpadi fellépések egész sorozata várja majd a kilátogatókat, a részletes program megtekinthető a Dunakömlődi Faluház közösségi oldalán. Programokból nem lesz hiány az idei nyáron sem. Paks polgármestere a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy megjelent a nyári programajánló. A rendezvények sorát a 13. országos Schiller Fesztivál indítja június 3-án és 4-én, de a nyár folyamán lesz Spájz, múzeumok éjszakája, Levendula nap és könyvtári tábor is. Jubilál a Gastroblues Fesztivál, amit kereken 30. alkalommal rendeznek meg. Paksról rajtol majd, szintén a nyáron a Gemenc nagydíj, újra lesznek Szent István napok, és a nyár a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivállal zárul majd. Csirke Ferenc veszi át a vezetést Jan Pavliktól a 2022-23-as szezonban az ASE férfi kosárlabda csapatának élén. A 2019 év edzőjének választott szakembernek az a célja, hogy olyan ütőképes csapatot építsen, amelyiktől tartanak az ellenfelek. A szakember másodedzője Szentendrei Áron lesz. Gulyás Róbert szakosztályvezető azzal indokolta a vezetőváltást, hogy több szakmai probléma történt a szezon alatt, és mindenképp hazai edzőt szeretett volna találni egy döntően magyarokból álló csapat élére. Ez egy nagyon fontos lépés afelé, hogy egy jó magyar maggal, minél több hazai játékos beépítésével egy pár év alatt eljussunk oda, ahova az ASE való. Így kommentálta az ASE férfi kosárlabda csapata élén történt vezetőváltást az Atomerőmű ESE elnöke. Dr. Kovács Antal azt mondta, a csapat szakosztály elnökének stratégiai döntései megalapozottak. Gulyás Róbert szerint már szezon közben megfogalmazódott benne, hogy hazai edzőt kellene találni, mert kevés az olyan külföldi szakember, aki a klub hosszú távú érdekeit is figyelembe veszi. Voltak szakmai problémák. A kinevezésen után egyből úgy éreztem, hogy a Teó hogyha nem fog menni a csapat, nem fog úgy tudni működni, ahogy szükséges lenne. Nincs benne meg az átütő erő. Éppen ezért a váltás mellett döntöttem. Játékos cserék is voltak. Azt kell, hogy mondjam, hogy több-kevesebb sikerrel. Sajnos a játékosaink többsége mentálisan nem ért el azt a szintet, amit kellett volna. Tudni kell, hogy a piac nagyon szűk, egyre szűkebb, ugye az amerikai G-liga és a távol-keleti piac nagyon felszívja a játékosokat.
Gulyás Róbert kifejtette, Petar Mijovics vezetőedző távozása után Jan Pavlik érkezett a csapat élére, aki véleménye szerint jól megoldotta a feladatot. Csirke Ferencre pedig úgy esett a választása, hogy már játékosként ismerte, edzői tevékenységét nyomon követte. Csirke Ferenc elnyerte 2019-ben az év edzője elismerést is. Azt tudom ígérni, hogy a jövő évi csapat az fel fogja szedni az új parkettát, amit tavaly leraktak, úgyhogy lehet, hogy új felújítás kell a következő szezon végén, de tényleg egy szerethető és egy olyan csapat, akik mindig úgy jönnek le a pályáról, hogy mindent megtettek, ez a legfontosabb, hogy tudjunk tükörben nézni, és úgy legyen vége minden egyes mérkőzésnek, hogy mi mindent megtettünk. És gondolom, és tudom azt, hogy ez előre fogja vinni az egész csapatot. Szentendrei Áronnal Csirke Ferenc már régóta együtt dolgozik, ezért döntöttek úgy, hogy ő lesz a csapat másodedzője. Talán a legnagyobb öröm az lesz majd számunkra, azon kívül persze, hogy sikeresek leszünk, hogyha ezeket a lelátókat újra meg tudjuk tölteni boldog szurkolókkal, és egyre népszerűbb lesz a kosárlabda Pakson, már az utánpótlás körében is, hogy minél nagyobb lehetőség legyen utána a felnőtt csapatba kerüléshez jó játékosokat kiválasztani. A következő szezonban egy teljesen új csapat épül, jelentették be. A külföldi játékosoktól és három magyar játékostól is megválnak. Pajor Dávid, Gulyás Milán, valamint négy légiós érkezik majd a keretbe. Lezárult a Fuss, Úsz, Kerékpároz a gyermekedért program eredményhirdetését a Városi Gyermeknapi rendezvényen tartották. A szervező Paksi Ese szabadidős sportszakosztálya a legjobb három helyezett intézményt díjazta, mind az általános iskolai, mind az óvodai kategóriában. A tömegsport rendezvényen mintegy 2000 gyermek, szülő és pedagógus vett részt. Az óvodában is voltunk már úszni, úgyhogy onnan tudok valamennyit, meg az iskolával is járunk úszni. Orosz Bence, a második Rákóczi Ferenc általános iskola tanulója rutinos úszóként vett részt a Fuss, Úsz, Kerékpároz a gyermekedért című program első állomásán, az úszáson, április 2-án a tanúszodában. A hagyományos tömegsport rendezvényt a pandémia miatti 2 éves kihagyás után tartotta meg idén újra a PSE tömegsport szakosztálya. A várakozás meghozta a gyümölcsét, kimagasló részvételi eredmény született a programon. Összesen 2011 fő vett részt a három rendezvényen, több mint 900 fő volt a kerékpárnál, és több mint 800 volt a futásnál. A szakosztály a legjobb három helyezett intézmény díjazta sportszerutalvánnyal, mind az általános iskolai, mind az óvodai kategóriában. A Deák Ferenc általános iskola győzött az iskolák között, ők kimagasló számban, tehát én azt gondolom, hogy ott a pedagógus gárda évről évre már gyúr erre a tevékenységre, és várják, hogy legyen ez a program. Őket követte a Balogantal, majd a Rákóczi Ferenc általános iskola. Az ovik között kimagasló helyen végzett a 7 színvirág óvoda, majd egy kis óvoda az 5-ös, és a legkisebb a dunakömlődi óvodatag óvoda volt a harmadik helyezett. A rendezvényről pozitív visszajelzések érkeztek. Mindenki pozitívan nyilatkozott róla, egyrészt mert várták is, másrészt meg hál' Istennek az időjárás is olyan volt, hogy mindenki szívesen ment ki a szabadba és mozogni egy kicsit, és ezek mind olyan lehetőségek, amik úgymond kevés erőfeszítéssel egy közös programon veszünk részt. A programon a pedagógusok is szívesen vettek részt, a gyerekekkel együtt élték át a mozgás örömét. Figyeljetek, háromszor! A programot a tervek szerint 2023 tavaszán is elindítja a szabadidő szakosztály. Szerdán este kevés fátyol és gomoly felhő várható, majd késő estétől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Zápor valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. A keleti, majd a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14-17 fok között alakul. Csütörtökön napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, majd erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható. Zápor valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat, az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25-28 fok között alakul.
A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!